Aktív évet zár a szabolcs már bereg megyei kereskedelmi és iparkamara. Programokat szerveznek például a vállalkozóknak, de a szakképzésben résztvevő diákoknak is segítenek. A témával kapcsolatban pedig vendégük a stúdióban Nagy Katalin főtitkár kezdett sokkal a Jó éjtjük, kívánok! Hogyha egy iparkamara kapcsán azt mondjuk, hogy eredményes évet zár, akkor mit érthetünk itt eredményesség alatt? A, esetleg a tagok számának növekedését? Nem a tagok számának a növekedésével szoktuk mérni azt, hogy milyen eredményes egy év, hiszen a tagoknak a száma az nem attól függ, hogy mi eredményesen dolgozunk vagy sem, hanem az ő tevékenységük befolyásolja jelentősen, hogy milyen gazdasági évet zárnak a mi eredményességünket az befolyásolja, hogy a vállalkozóknak milyen jellegű eseményeket tudunk szervezni, hogy ezeket a rendezvényeket milyen számban veszik igénybe, milyen sokan jelennek meg azokon a tájékoztató rendezvényeken, eseményeken, előadásokon, amiket mi szervezünk, és milyen visszajelzéseket kapunk a vállalkozók részéről, hogy a kamarának a tevékenysége számukra miben segített. És ez nagyon fontos számunkra, hogy folyamatosan kapjunk a vállalkozókkal visszajelzéseket arra vonatkozóan, hogy mi, milyen eseményeket, milyen rendezvényeket szerveztünk részükre. Hiszen nekünk az a fontos, hogy tudjuk azt, hogy mivel bővítsük a, a palettánkat, milyenek az, milyen rendezvényeket vonjunk még be ebbe a körbe, és milyen tájékoztatások érdeklik őket. Hiszen mondhatnám itt most a nagyon népszerű GDPR bevezetését, ugye az adatkezelési szabályzatok, adatvédelmi rendszer, ami nagyon égetően fontos a vállalkozás számára az e-közigazgatási rendszer bevezetése, a különböző infokommunikációs eszközök használata. Tehát a kamarának is fejlődni kell, folyamatosan figyelni kell ezeket a változásokat, és a vállalkozások igényeihez igazítottan kell szervezni különböző eseményeket, tájékoztatásokat, workshopokat és különböző szakmai napokat. Bár a beszélgetésünk elején ugye úgy indítottunk, hogy a tagok száma az ugye nem mérvadó, hogy mennyire eredményes az iparkamra, mégis én azért kíváncsi lennék arra, hogy az elmúlt esztendőben nem kell itt most pontos adatokat mondani, de hogy mégis hogyan alakult több a vállalkozás száma az iparkamara iparkamaránál, tehát több a regisztrált, mert ugye ez az gazdaságnak a fokmérője is, és hát végtér erre vagyok kíváncsi. Igen, hát itt különbséget kell tenni, mert ugye vannak a, azok a gazdálkodó szervezetek, akiknek regisztrálni kell a kereskedelmi és iparkamaránál. Ezeknek a száma, 30 ezer, 31 ezer között mozog folyamatosan. Szűnnek meg vállalkozások, alakulnak vállalkozások, általában 31 ezer az a szám, amit bátran mondhatunk. Nyilván ez csak a kereskedelmi és iparkamara hatáskörébe tartozó vállalkozásokra vonatkozik. A megyében sokkal több gazdálkodó szervezet van, ugye itt az agrárkamarát nem említjük, mert az ő gazdálkodóik ezt a létszámot jelentősen növelik. Aztán különbséget kell tenni az önkéntes szám között, hogy a kamarának hány önkéntes tagja van. Nyilván itt választják azt a tagságot, aminél ők több szolgáltatást kapnak, ez körülbelül 800 gazdálkodó szervezetet érint, és még külön meg kell említeni azt, hogy van kötelező építőipari regisztráció, tehát az építőipari kivitelezők nyilvántartásába, akiknek regisztrálni kell, azoknak a száma most már eléri a négyezret. Tehát ez, ez, ezek a, ezeket a számokat kell megkülönböztetnünk, hiszen ezekkel a számokkal dolgozunk folyamatosan, és nagyon sokan tévedésben vannak, mert azt gondolják, hogy ha ők regisztrálnak a kamaránál kötelezően, akkor azzal a kamara önkéntes tagjává válnak. Ez nem így van. A regisztráció az nem követ... Tehát ha regisztrálnak, az nem jelenti azt, hogy önkéntes tagokká válnak. Igen, ezt is szerettem volna kérdezni, hogy ugye a regisztráció az kötelező, de mennyire aktívak a vállalkozók az ön. Önök, tehát az önök képzéseiben mennyire vesznek részt, vagy a különféle konferenciákon mennyire vesznek részt, tehát akkor itt másabb a helyzet. Akkor említett itt egy 800-as számot az önkéntesek tekintetében, ez mennyire növekedett az előző évekhez képest? Ez folyamatosan szinten van. Tehát általában azt mondhatom, hogy az önkéntes taglétszám az egy, egy szintet elért, és azóta ez a szint folyamatos. Itt is van, aki azt mondja, hogy megszünteti az önkéntes tagságát, van, aki tagságot létesít, tehát ö, általában ezzel az átlagos számmal dolgozunk. Nagyon fontos az, hogy a gazdálkodó szervezeteknek biztosítsuk azokat a szolgáltatásokat, amiket a törvény előír, hiszen a regisztrált vállalkozásoknak előírja, hogy a kamara biztosítsa a pályázatfigyelést, az üzleti tanácsadást, a jogi tanácsadást, gazdasági tanácsadást, hitellehetőségekről történő tájékoztatást, de az önkéntes tagoknál, na, tagoknak ennél több lehetőséget biztosítunk, hiszen számukra még működtetjük a mesterszak, szakmai tagozatokat, a különböző szakmai klubokat és a szakmai összejöveteleket szervezünk számukra. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket elkülönítsük, és hogy figyelemmel kísérjük azt, hogy, hogy milyen képzésekre van igényük, és ezeket még tovább folytatjuk, és a vállalkozói igényekhez igazítjuk. Nagyon fontos volt az elmúlt évben a mesterszakmai tagozatoknak az indítása, hiszen itt olyan szakmai jellegű eseményeket, ez azt jelentette, hogy végezzük a mesterképzést és mestervizsgáztatást. És a mesterek... A kamarát megkérték arra, hogy amikor megszerzik a mesterlevelet, akkor ne engedjük el a kezüket. Mert olyankor úgy érzik, hogy kaptak egy komoly képzéstőlünk, pedagógiai, vállalkozási ismereteket, szakmai ismereteket, megkapják a mesterlevelet, és attól kezdve magukra maradnak. És azt kérték, hogy ezeket a szakmai csoportokat, egy szakmában dolgozó mestereket fogjuk össze, és számukra különböző továbbképzéseket szervezzünk. Ilyen szakmai tagozat például a kozmetikus, fodrász, műkörmös, épületképész, építész, szakács, pincér, és számukra különböző szakmai eseményeket szervezünk. Például nemrégiben a cukrászoknak a csokoládi készítés rejtelmeiről szerveztünk előadást, vagy a pincéreknek a koktél készítési trendekről, vagy az építészeknek is különböző olyan szakembereket hívtunk előadást tartani, akik az új anyagoknak a használatára hívta fel a az építőipari anyagoknak a használatára hívta fel a figyelmet. Tehát nagyon fontos az, hogy olyan előadókat hívjunk, akik szakmailag számukra nagyon sokat nyújtanak általában. Ez a kezdeményezés, ez részükről érkezik hozzánk. Ők hallják azt, hogy milyen új dolgok vannak, és mi az, amit szeretnének megismerni, és ehhez a kamara biztosítja a technikai és a szervezési feltételeket. Ételeket. Ezekről nagyon komoly pozitív visszajelzéseket kapunk, és ezt szeretnénk a jövőben is folytatni, mert ilyen kisebb egységekben úgy gondoljuk, hogy több segítséget tudunk nyújtani a gazdálkodó szervezeteknek. Akkor a jól gondolom ez részben válasz is arra, hogy, hogy a, a szakember hiányt megpróbálják ilyen tekintetben is pótolni, illetve erősíteni a szakemberek képzettségét. Igen, ez nagyon fontos, hiszen ezek a mesterek egyébként a tanulóknak a képzésével foglalkoznak, a tanulók részére biztosítanak gyakorlati képzőhelyeket, és nagyon fontos, hogy olyan szakemberek foglalkozzanak a tanulókkal, akik figyelik a változásokat, és az új technikákra és technológiákra készítik fel a most végzős tanulókat. Elvisszük az általános iskolásokat hozzájuk pályaorientációs látogatásokra, különböző eseményeket szervezünk, és bevonjuk őket ezekbe a programokba. Tehát nagyon szertán a kamarának a tevékenysége, hiszen mi kapcsolatot tartunk a gazdálkodó szervezetekkel, kapcsolatot tartunk az iskolákkal, és kapcsolatot tartunk a tanulókkal, illetve a tanulókon keresztül még a szülőkkel is, hiszen szülői értekezletre is mennek a pályorientációs munkatársak, és felhívják a figyelmüket arra, hogy milyen szakmákat célszerű választani. Köszönjük szépen, hogy itt voltálunk. Én is köszönöm.